Idén is a Lőrinci sportcsarnokban rendezte meg jótékonysági báját a Vörös Marti iskola. Az estét az intézmény növendékei egy hagyományos bálindító tánccal a pallotással nyitották meg. Az önkormányzat részéről Léva István Zoltán polgármester helyettes mondott köszöntő beszédet. Évről évre, ahogy hallottuk, már 11. alkalommal megszervezésre kerül ez a bál. Én voltam már Vörösmarty bálon, de ahhoz külön gratulálok, hogy most már második alkalommal itt a Lőrinci sportcsarnokban vagyunk együtt, hiszen ez azt jelenti, hogy olyan nagy igény mutatkozik a bálra, hogy nem elég már az iskola vagy a Kondor művelődési ház. Ezt követően Pásztor Józsefné, az intézmény vezetője köszönte meg a szülők együttműködését. Oldottan, kötetlen formában találkozhatunk a dolgos, sokszor feszített hétköznapok után. Az év során tapasztaltam, és talán önök is úgy gondolják és úgy látják, hogy ezek az alkalmak rendre arról szólnak, hogy összetartozunk. A közösség erejét bizonyítják. Az esté során változatos színpadi produkciók követték egymást. A diákok egy énekórát is bemutattak, melyből a rajzfilmek világát elevenítették meg. Az intézmény életében kulcsfontosságú a zene. Bauer Gergőnek, az iskola növendékének, aki elsősorban színházi darabokban szerepel, most komoly zenei oldalát ismerhettük meg. A nebulók nem csupán a zenében, hanem a táncban is megmutatták tehetségüket. A modern műfajok mellett a klasszikus mozgásformák is teret kapnak az oktatásban. Így az intézményben minden tanuló megtalálja a számára kedves elfoglaltságot. Ide járok tornára, művészi tornára és szertornára is. Szertornával szoktunk versenyezni is, művészi tornában pedig évvégén van egy ilyen záró előadás, és mindkettőt nagyon szeretem csinálni. Az oktatással a szülők is elégedettek, és aktívan részt vesznek az iskola életében. A bálra rengetegen ellátogattak, szinte megtelt a sportcsarnok. Én is szeretem nagyon ezt az iskolát, mert látom, hogy boldog a gyermek, akkor az édesanyja is boldog. A bálra minden évben eljövünk, mert szeretnénk segíteni, ugye jótékonykodni jó, amennyire az embernek engedi a pénztárcája, és nagyon jó a szervezés, nagyon jó a zenekar a bálon. A jótékonysági bál bevételét a Vidámságháza Alapítvány kapja meg, mely elsősorban az iskola működését, a tehetséges tanulókat és az oktató munkát támogatja.